Az elmúlt napokban Portugáliában edzőtáborozott Helebrand Máté, és rövidesen vissza is tér további 2,5 hétre. A nyíregyházi gyalogló jó formában van, és már várja a versenyidőszak kezdetét. Több nemzetközi viadal vár rá, a fő célja pedig, hogy minél hamarabb teljesítse a VB, illetve az olimpiai kiküldetési szintet. Erre az első alkalom márciusban Dudincében lesz. Az első 50 kilométeres versenyemet is itt teljesítettem, és hát az a tétje, hogy a világbajnokságra a szintet, illetve a 2020-as olimpiára a kvalifikációs szintet teljesítsem, ami nagy megnyugvás jelentene, hiszen onnantól kezdve akkor már nyugodtan készülhetnénk ezekre a fő versenyekre. Annyira, hogy az is sportoló eddig 2 olimpián vett részt, a tokiói játékok a 3. lehet számára, a felkészülését új támogató is segíti, az erről szóló szerződést most írták alá. Bizonyos összeggel, illetve minél nagyobb összegekkel támogatni fogom, akár csak a következő olimpiát is, hogy ő azért a városunkból, a városunk szülötteként azért ott legyen, és szerintem az egy óriási dicsőség. Még ugye a sportágon belül azért nem nagyon szokták ezeket a dolgokat fölkarolgatni, ha nincsenek egyéni kezdeményezők hozzá, akkor lehet, hogy ezek ellaposodnak. Öreg fiúk labdarúgó tornát rendeznek a hétvégén Újfehértón. Az első Fáraó Bútor Eger kupán a csapatokban 40 év feletti játékosok szerepelhetnek. A korábbi spari labdarúgók közül Szatke Zoltán, Göncz Bertalan és Karkusz Anasztáz, Debrecenből Kereken Zsombor és Igor Bogdanovics, Diósgyőrből többek között Lippai Ákos érkezik. Összesen 21 együttes nevezett a kétnapos tornára, mely pénzdíjas. 150 ezer forintot osztanak szét a legjobbak között, de díjazzák a legjobb mezőnyjátékost, kapust, gólkirályt és a legidősebb labdarúgót is. Ezek az idősebb játékosok, akik ugye 35 vagy 40 plusz fölött vannak, azok eléggé el vannak nyomva, tehát nem igazán lehet látni ilyen tornákat. Tehát a Diósgyőrik is ezt mondták, hogy elég kevés ilyen torna van, és ebből jött ez az ötlet így. 12 gárda vesz részt a megyéből, Hajdú-Biharból 8, Borsodból pedig egy együttes érkezik. 40 pluszos tornán ki fog domborodni az, hogy még mi is tudunk focizni. Nem felejtettünk el annak idején, amit tanultunk. Meg hát a mozgás az nagyon hiányzik. Egy aktív labdarúgónak, aki mondjuk 35 évig futballozott, annak nagyon hiányzik a mozgás. A csoportmeccsek már pénteken elkezdődnek, a döntőt pedig szombaton késő este 22 óra után rendezik. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni és minden évben megrendezni a kupát.